Mai vendégünk dr. Kárpáti József, a Naima János Egyetem gazdaságtudományi karának dékáni kabinetvezetője. Hamarosan bemutatjuk, milyen meglepetéssel várja a leendő tanulókat a Naima János Egyetem nyílt napján. Előtte azonban köszöntöm vendégünket a stúdióban, és rögtön kezdjük azzal, hogy ez egy friss kar. Milyen helyet, milyen rangsorban, milyen helyet foglal el a, mai gazdasági képzése Magyarországon a Naimannak a gazdaságtudományi kara? Jó estét kívánok, köszöntöm én is a televízió nézőit. Nos, itt valóban egy építkező egyetemi karról van szó. Mi vagyunk a legfiatalabb egyetemi szervezet itt Kecskeméten, a Naiman János Egyetemen belül. Önálló karként mindössze 2018 év elején indultunk el. Az első gazdaságtudományi képzési programok két évvel korábban 2016 őszén kezdődtek meg az egyetemen belül. Építkező karként természetesen nekünk is nagyon fontos az, hogy minél több megfelelő eredményt érjünk el a magyarországi egyetemek között. Tudnunk kell nyilván azt, hogy mi a saját ligánkban játszunk, tehát nem is célunk az, hogy nagy vezető Budapesti fővárosi egyetemekhez mérjük magunkat, amelyeket mondjuk száz évvel ezelőtt gazdasági képzés céljából hoztak létre. Tehát az nagyon világos volt rögtön az egyetem gazdaságtudományi karának a megindulásakor megalapítása, akkor, hogy nem ezekhez az egyetemekhez kell magunkat mérnünk, hanem nagyon céltudatosan szeretnénk a vidéki gazdaságtudományi képzőhelyek között egy nagyon rangos dobogós helyet elérni és felépíteni. Ehhez én úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokkal indulunk, egy kiváló, összeszokott és nagyon tapasztalt tanári gárdánk, oktatói gárdánk van, nagyon lelkesek vagyunk és nagyon szeretjük támogatni a hallgatóinkat abban, hogy kibontakoztassák a saját tehetségeiket és az érdeklődési körüknek megfelelően ne csak órákra járjanak, hanem vegyenek részt a tudományos életben, nagyon sok lehetőséget adunk nekik a közéleti szereplésre, közéleti részvételre. Úgyhogy összességében ez alatt a néhány év alatt mindent egybevet elértük az első céljainkat, felkerültünk a gazdaságtudományi képzéseknek az idei hazai térképére, és hát szerencsénk is van persze, mert a gazdaságtudományi képzések a népszerű képzések köré tartoznak az egyetemi programokon belül. Sikerült megszólítanunk a régió hallgatóit, és úgy érzem, hogy egyre inkább megkerülhetetlen célponttá váltunk a GTK-k körében Magyarországon. És ugye pénteken is a nyílt napon szeretnék megszólítani a leendő hallgatókat, mivel készülnek, mivel várják a most középiskolás végzősöket. Mindenek előtt fontos megemlíteni, hogy nem csak a gazdaságtudományi kar, hanem a GAMF műszaki és informatikai kar, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési karunk is várja majd az érdeklődő diákokat 6 pénteken. A kertészkar és a GAMF délelőtt szervezi a programjait, mi a gazdaságtudományi kar pedig délután fogjuk majd a nyílt napot megtartani. 12.30-kor lesz a kapunyítás, és mindenek előtt is szeretnénk megmutatni a leendő hallgatóknak azt a fantasztikus épületet, amelybe egy évvel ezelőtt költözhettünk be, hogy az Izsáki úton, a páratlan oldalon, a régi egyetemi épülettel szemben felépült néhány év alatt egy vadonatúj 21. századi kampusz, és hát nyugodtan állíthatom, hogy az ottani elhelyezésünk, az ottani képzési körülmények, azok európai vonalába helyeznek bennünket. Úgyhogy a nyílt napnak az egyik fontos célja az az, hogy lássák a diákok azt, hogy milyen fizikai körülmények között fogjuk tudni őket fogadni. Sajnos a jelenlegi járványügyi intézkedések miatt néhány kis csoportos interaktívabb programunk idén elmarad. Az előző nyílt napokon nagyon népszerűek voltak azok a, az interaktív tanítási óráink, ahol élesben a valódi egyetemi oktatókkal lehetett eltölteni egy kisebb csoportban egy-egy órát. Azonban erre most nem lesz lehetőség, viszont átfogó tájékoztatást fogunk adni a nálunk zajló képzési programokról és lehetőségekről. A vírus tekintettel hogyan, milyen óvintézkedések mellett lehet részt venni a nyílt napon. Nagyon megnyugtató azt hiszem az egyetem pozíciója, nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Ebben az új épületben van egy olyan bővíthető nagy előadó, amely több mint 500 főt tudna befogadni, hogyha a kapacitását teljes egészében ki szeretnénk használni. Az óvintézkedések miatt sajnos természetesen erre most nincs mód. 170 főben limitáltuk azt a biztonságos részvételi létszámot, amelyet mind délelőtt a GAMF kar, mind pedig délután pénteken a gazdaságtudományi kar majd alkalmaz. Fog. Tehát 170 fő az a létszám, akit be tudunk engedni. Természetesen a szokásos és azt hiszem unásig ismételt óvintézkedéseket nálunk is be kell tartani. Kötelező a folyamatos maszkviselés, belépéskor lázat fogunk mérni, készfertőtlenítők vannak mindenhol elhelyezve. Tehát a magunk részéről megnyugtatóan tudjuk várni azokat az érdeklődő diákokat és szüleiket, akik bennünket választanak pénteken délutánra. 2021-es tanévtől kezdődően milyen alapszakokkal készülnek? Összesen négy nagyon népszerű, országosan is a toplistákba bekerült szakunk van. Ezek a legnépszerűbb képzések az egyetemeken, az egész országban, és a legjobb tíz képzésben több programunk is szerepel. Így mindenki számára nyitott a gazdálkodás és menedzsment alapszak, amely a legátfogóbb, leguniverzálisabb közgazdasági ismereteket fogja nyújtani az erre jelentkező hallgatóknak. Lesz nemzetközi gazdálkodás szakunk, amely kifejezetten a globális a világkereskedelem iránt érdeklődők számára nyitott. Itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy idegen nyelvi elvárásaink is magasabbak a többi képzési programhoz képest, illetve marketing, kereskedelem, valamint pénzügy és számvitel szakok fognak indulni alapképzésben, és ezekkel párhuzamosan az idei év sikeres tradícióját követve a felsőoktatási szakképzési programokat is indítjuk. Ugye vannak, akik még ilyenkor hezitálnak, több egyetemet, főiskolát is megnéznek, azt sem tudják, hogy egyáltalán tovább tanulnak-e. A vírus helyzete tekintettel ez a bizonytalanság talán most még erősebb. Mit tudunk mondani azoknak, akik, akik tényleg, tényleg hezitálnak, és, és nem tudják, hogy mit évők legyenek? Adott esetben például ennek a költségvonzata, az egyetemi képzés költségvonzata az, ami elriasztja őket, vagy egy kicsit visszafogja. Véleményem szerint az egyik legfontosabb döntési pont jön el minden család életében, amikor, amikor tovább tanulásról kell dönteni. Az érettségizők számára a legfontosabb üzenet az, hogy amennyiben Érzik magukban a továbbtanulásra az ösztönzést, akkor mindenképpen tanuljanak tovább. Tehát ne hagyják magukat eltántorítani, és a jelenlegi helyzet sem indok arra, hogy a továbbtanulási elképzeléseiken változtassanak. Tehát önmagában a hosszú távú előnyeik érdekében egy felsőoktatásban szerzett diplomával mindenképpen jól járnak a diákok. Tehát az első és legfontosabb üzenet az, hogy igenis, tessék tovább tanulni és hogyha még valaki bizonytalan és nem tudja eldönteni, hogy mi az a szak, mi az a terület, ami igazán érdekli, akkor még mindig van ideje összegyűjteni az információkat. Ahogyan ön említette, a másik nagyon fontos kérdéskör az az, hogy a továbbtanulás mennyibe kerül. A Kecskeméti Gazdaságtudományi Képzés ebből a szempontból is kiemelkedően szerencsés helyzetben van, ugyanis a közgazdász képzések között egyedülálló módon az úgynevezett ECO Ösztöndi program nyitott a nálunk tanulóknak, a hozzánk jelentkező hallgatóknak. Az ECO Ösztöndi lehetőséget ad arra, hogy a képzési költségek 50%-át, ami a jelenlegi félévenkénti 240 ezer forintos költségtérítési díjnak, ugye 50%-a 120 ezer forintot jelent, ennek az 50%-át, ezt a 120 ezer forintot, ezt egy támogatás keretében az egyetemi ösztöndíjba beforgassák, és ez azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbb lesz számukra, hogyha költségtérítéses képzésre tudnak jelentkezni. Természetesen jó tanulmányi eredmény és kiemelkedő érettségi pontszámok esetén jelenlegi elképzelések szerint 400 pont fölötti eredménnyel nálunk is állami finanszírozott ösztöndíjas helyekre lehet jelentkezni. Hát ha azt nézzük, hogy 120 ezer forint önköltséggel lényegében, aki elnyeri az ösztöndíjat egy, egy képzésben tud részt venni ma, ma Magyarországon valaki, az, az, nagyon jónak mondható. Így van, ez tulajdonképpen, ha úgy veszük egy OK és képzésnek a költségeit foglalja magába, és, és éppen ez, ami, ami jelentős számban hozzánk irányítja a hallgatókat, az érdeklődőket. Jelenleg azt tud mondani, hogy a hallgatóinknak 40-45%-a igénybe veszi ezt az ECO ösztöndíj programot, és ez az ösztöndíj program ez továbbra is felülről nyitott. Tehát nincsenek létszámkorlátaink egyelőre, aki hozzánk jelentkezik, és az alapvető szabályoknak, feltételeknek megfelel, az automatikusan igénybe veheti ezt a kiváló ösztöndíj programot, és így rögtön azzal a biztos tudattal iratkozik be hozzánk, hogy a képzési költségeit megfelezzük. Ennek tényleg nyitott a közgazdászképzés annak, aki szeretné, és aki ezt választja. Egy gondolata lényeg, tehát regisztrálni, és november 6-án, pénteken, délután. Igen, az egyetem honlapján az unikötőjelnaiman.hu honlapon várjuk az érdeklődőket. Minden karnak itt vannak a regisztrációs felületei, és valóban nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy 170 főben korlátoztuk a részvételt, tehát a regisztráció addig lesz elérhető, amíg ezt a keretet el nem érjük. Tehát aki szeretne ott lenni, minél hamarabb regisztráljon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Várjuk a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget.